Árvíz, belvíz, rendkívüli időjárás okozta károk. Ezek a leggyakoribb esetek, amikor a polgári védelmi szervezetek tagjai segítséget nyújtanak a katasztrófavédelem munkatársainak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek működnek, több mint 10 000 fő áll készenlétben arra, hogy egy esetleges katasztrófa helyzetben segítse a védelmi munkát, a beavatkozást és a helyreállítást. Elsősorban az adatszolgáltatások, amiket kér a katasztrófavédelem, azokat igyekszünk minél hamarabb teljesíteni, és ezen kívül, hogyha esetleg kialakul valamilyen veszélyhelyzet, akkor a adminisztrációs, illetve koordinációs munkákba segítjük a települést. A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-én alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben határoztak arról, hogy március 1. napja a Polgári Védelem Világnapja legyen. Az akkori felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A Polgári Védelmi Nap alkalmából a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon ünnepi állománygyűlést tartottak, ahol a polgári védelmi szervezetek munkájának fontosságát hangsúlyozták. Ez nagyon fontos, hiszen egy ilyen helyzetben csak felkészült emberek tudnak megfelelő színvonalon beavatkozni. Fontos az, hogy őket már előre felkészítésbe részesítsük, és megfelelő helyzetekre a megfelelő eszközökkel is ellátva tudjanak a helyszíneken beavatkozni. A Polgári Védelmi Nap alkalmából a legkiválóbb munkát végzett önkormányzati dolgozókat, civil szervezetek munkatársait és önkéntes mentőszervezetek tagjait megjutalmazták. 13-an vehettek át elismerést.